Tűzoltó induló az 1900-as évekből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a Nyírbátori Kulturális Központban tartotta idei ünnepi állománygyűlését. Az eseményt a Magyar Tűzoltók Napja alkalmából minden évben megrendezi a vármegyei katasztrófavédelem. A helyszín apropóját idén az adta, hogy a városban 140 éve működik tűzoltóság. A helyi közösség is mindig fontosnak tartotta a tűzoltóság működését, mert pontosan tudták az itt élő emberek, hogy a saját védelmük szempontjából a katasztrófák megelőzése és az esetlegesen bekövetkezett nagy tüzek elhárítása kapcsán nagyon fontos, hogy legyen egy jól működő, állandóan elérhető tűzoltóság. Nagyon sok olyan esemény van, amiről be tudunk számolni, ahol a tűzoltóság működése nélkül sokkal nagyobb emberi áldozatokat és anyagi károkat szenvedett volna el a város. És talán még egy nagyon fontos dolog, amit mindig ki kell emelni Nyírbátor esetében, hogy mi az elmúlt 20 évben nagyon komoly gazdasági fejlődésen mentünk keresztül, és ezt mindig elfelejtik az emberek, hogy ez egyik sarokköve annak, hogy mondjuk egy gazdaság hogyan tud fejlődni, az, hogy a befektetők mennyire érzik biztonságban a saját vagyonukat, azt a több milliárdos gyárfejlesztést, amit a városba hoznak, és ebből a szempontból is a Nyírbátori Parancsnokság mindig is a város partnere volt. Az eseményen részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki a tűzoltók áldozatos munkájáról beszélt. 1871-ben alakult meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, melynek elnökévé Gróf Széchenyi Ödön, Széchenyi István legifjabb fiát választották. 10 év múlva már itt a Nyírségben is, itt Nyírbátorban megalakult a tűzoltóság, mert a nyírségi ember mindig is a segítő szándék és a tenni akarás vezérelte. Munkájukhoz kívánok jó egészséget, és kívánom önöknek, hogy érezzék mindazt a megbecsülést és sok-sok hálát, amivel az itt élők megköszönik áldozatos munkájukat. Az eseményen a Magyar Tűzoltók Napja, valamint a Nyírbátori évforduló kapcsán több mint 50 elismerést adtak át. Itt elsősorban azokat a tűzoltókat, azokra a tűzoltókra emlékezünk és ünnepelünk, akik már elmentek közülünk, főleg azokat, akik bevetés közben hunytak el, de hát nyilván, hogy a mai élő tűzoltókat is tiszteljük és köszöntjük és ünnepeljük, de így van ez az egyéb tüzes szakmákkal is, közöttük a kéményseprőket is ünnepeljük, mert ők is a katasztrófavédelem állományába tartoznak, ők is nagyon sokat dolgoznak a szénmonoxid mérgezések, a kéménytüzek, a lakástüzek megelőzésében. Miniszteri elismerést összesen 6 kaptak az ünnepségen. A tűzoltók mellett egy a Nyírbátori állományt segítő plébános munkáját is díjazták. A stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, a jelenlegi háborús időkben az egész országban felértékelődött a biztonság szerepe, melynek megteremtése részben a katasztrófavédelem területén dolgozók feladata. A tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek elsősorban a feladata mindig a biztonságnak, az életvédelemnek és a vagyonvédelemnek a garantálása, és ennek kiválóan megfelelnek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos üzenete van ennek a mai napnak a jövő nemzedékek felé is, hogy érdemes a tűzoltóhivatást választani, mindazok, akik még pályaválasztás előtt vannak, és pont most a ballagási hétvégén vagyunk, nagyon sok középiskolákban most ballagnak el a diákok ezen a hétvégén, ez is ad egy különös jelentőséget, hogy mindazok, akik még most választják majd ki, hogy merre visz az útjuk tovább tanulás szempontjából, vagy akár milyen pályát választanak, azoknak a tűzoltóhivatás és a rendészeti szerveknek a hivatása is egy kiváló út, lehet egy kiváló választási lehetőség. A tűzoltók napját 1991 óta ünneplik ismét május 4-én. Ez a nap Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe, aki az elkötelezett hivatástudat, a munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás jelképe egyben.